Teltházzal kezdődött a 4 év kihagyást követően 13. alkalommal megrendezett 5 órai tea Markovics Magdolnával. A közkedvelt program célja, hogy színt vigyen a dombóváriak mindennapjaiba a különböző beszélgető partnerek bemutatásával. Ez az 5 órai tea című előadássorozat, amelynek az a mottoja, a Sík Sándor idézet, hogy ments meg uram a szürkeségtől, tehát olyan dombóváriakkal vagy dombóvárról elszármazottakkal történik a beszélgetés, akik hát kicsit többet tettek az átlagosnál a közösségért, vagy dombóvárért, vagy ismertebbek. A beszélgető partnerek személyét illetően ezúttal a város új díszpolgárára esett a választás. 4 évvel ért véget az első sorozat, ahol 11 beszélgetés volt, minden hónapban egy, és most újra kezdtük. Az elmúlt hónapban volt az első, a Miszlay József tanárúrral, ma pedig dr. Haszonics Józseffel fogok beszélgetni, mind a ketten friss díszpolgárai a városunknak. Dr. Haszonics József elmondta, miként tudta meg, hogy a korábban általa is látogatott programon immáron meghívott vendégként fog részt venni. Megtudtam idővel a szervezőktől, méghozzá a Magritól tudtam meg, és ő el is jött velem beszélgetni ez ügyben, hogy milyen kíváncsiak, tulajdonképpen hogy alakult a sorsom most már lassan. Ha a teremtő is úgy akarja, akkor szeptember 3-án 2 hetes lennék, és ez már olyan hosszú idő, hogy az sok minden történt, és abból szeretnék egy pár dolgot elmondani. Megtudtuk azt is, hogy a mindenki által kedvelt házi orvos nem az első kitüntetését kapta meg a városlakóiért tett szolgálataiért. Most kaptam meg ezt az elismerést, 14-ben a elismerő jelvényt azt megkaptam, és most pedig a díszpolgári cím. A kedvelt eseménye a tervek szerint a jövőben is folytatódni fog a műsor látogatóinak nagy örömére.